Szeretettel üdvözlök mindenkit, én Katona Vilmos vagyok, és ez itt újra az ókori görög építészet. Amire ebben az előadásban szeretném felhívni a figyelmet, az egy archetipus továbbélése, amit az előző videóban is láthattunk már, ez a pedig nem más, mint a megaron. A megaron, ami egyszerre képezi a lakóházak és a templomok őstípusát, és mint ilyen, természetesen ez a lakóház forma előfordult korábban a helladikus korok palotáiban is. Ezen a képen kettő darab 8. illetve 9. századi modell látható, az egyik ezek közül pedig megtalálható az Athéni Régészeti Múzeumban. Ez egy égetett agyagmodell, a másik az egy ábrázolás, egy vélhető rekonstrukció. Ez pedig egy tényleges feltárás alapján végzett rekonstrukció. Szmirmában találták meg ennek a háznak az alapjait. Eme másik kettőt pedig, egyiket Argoszban, másikat pedig Szamoszban, amelyekről tudjuk, hogy valószínűleg templomok voltak, de ugyanazt a megaron formát mutatják, amelyet a paloták Andronitiszei is. Ezek nagyon egyszerűen működnek, gyakorlatilag az előzőekben elmondott módon van egy oldalán nyitott téglalap alakú tér, amelynek egy tornáca van. A tornácnak az alátámasztása két ponton történik két oszloppal, avagy négy oszloppal, tehát két oszloppárral. Lényeg az, hogy középütt be lehet menni, és a bejáratot egy úgynevezett pronaosz, vagy tornác előzi meg. Hogy ez egyenes kialakítású, vagy íves kialakítású, apszisos kialakítású, ez ugye attól függ, hogy hol vagyunk. Mondanom se kell, hogy később nyilvánvalóan az egyenes záródás fog elterjedni, és a lefedése is vitatott, valaki egy kicsit ilyen csúcsíves tetőhéjazattal rekonstruálja, ám az agyag modellünk, ami megtalálható a múzeumban, ez egyértelműen mondja, hogy ez egy magas tetős lefedést kapott, és ennek a előnyúló tornác részét pedig egy ilyen lapos tetős terasz fedés takarja. Amennyiben ezek templomok, ezeket úgy használják, hogy a belső terében egy istenszobor áll. És ez az istenszobor, ez kívülről csak sejtelmesen látszik, de alapvetően nem kerül a napvilágra. És az előtte végzett áldozat, ezt majd későbbiekben jobban kifejtem, az sem itt a belső térben történik majd, hanem odakint a természetben. Ezt az archetipust folytatja Spártában, a 800-as években, tehát Krisztus előtt 800-ban látható, hogy egy arénával egybeépült kis templom. Ezek különböző történeti rétegek, ugye ezt nem ebben a szoros egységükben kell elképzelni. Minden esetre már ez is ez a megaron formát mutatja, itt csak az alapozása maradt fent. Látható, hogy ez itt a terasz rész, mögötte pedig egy hosszház található, görögül naosz, vagyis hajó. De ez még tulajdonképpen a helladikus kornak a vége, ahogyan ez a szamoszi Héra temploma is. Szamosz szigetén több Héra templom is épült, ez Héra első temploma, amit a régészek feltártak, és Krisztus előtt 760-ra datálják. Ugye, mint mondtam, ez egy késő helladikus kori templom, és ennek megfelelően a tér arányai, mint amilyet Akhályok fellegváraiban is, vagy akár Trója fellegvárában is láthattunk. Ugye ezek a megaronok nyújtott térarányúak, tehát eléggé dinamikus, hosszanti tömegűek, és még egy különlegességük van, ugye ami a krétai palota tereiben is már megfigyelhető volt több helyütt, hogy az axisukban, tehát a közép tengelyükben egy oszlopsor fut. Viszont az egészet egy új elem veszi körül, ez a perisztílium, ami hát gyakorlatilag egy körbefutó oszlop sor, és négy oldalon természetesen ez egy-egy folyosót definiál, amiket pterománnak hívnak. A későbbi templomokkal, mondjuk késorhaikus vagy klasszikus templomokkal ellentétben tehát ez egy középtengelyre állított oszloppal hangsúlyozódik ez a homlokzat, és ennek megfelelően páratlan számú. A rövid oldalán, a homlokzati oldalán páratlan számú oszlopot találunk. Ez a séma idővel eltűnik, és a páros számú
oszlopok tagolta főhomlokzat lesz a jellemző. Hogy kicsit még szamoszon maradjunk, ugye itt látható az előzőekben bemutatott séma, de a késő heladikus korból átmenőleg az archaikus korba, ami ugye 700-tól kezdődik, itt már a termoszi Apollon templomnál megfigyelhetjük ugyanazt, amit a szamoszi Héra templománál. Ezzel szemben Argoszon, Héra első és második templománál, ugye itt már az archaikus kor néhány évtizede elkezdődött a hivatalos datálás szerint, egy másfajta séma van kialakulóban, ugyanis eltűnik a korábbi Szamoszon, illetve Termoszon látott középső tengelybe állított oszlopsor, hanem ezt egy oszlop párral bevezetett kettős előtér fogja helyettesíteni, és szimetria, tengelyes szimetria, ugye itt is tengelyes szimetria volt, viszont itt a szimetria tengelyben nem egy oszlop sor, hanem az űr, a kapu kerül. Tehát ilyen módon lesz ez páros szerkesztésű, és ennek valamiféle hibridjét látjuk az argoszi második templomnál. Fontos még megjegyezni, hogy függetlenül az alkalmazott sémától ezek a templomok mindig keletre tájoltak, úgy értve, hogy a bejáratuk fordul kelet felé. Látjuk itt a kis északjeleket, ezek egytől egyig északra mutatnak, és ugye ez azt vonja maga után, hogy a felkelő nap mindig a bejáraton belép. Nyilvánvalóan drámaibb hatást ér el akkor, hogyha a kapu kerül ebbe a tengelybe, és az világítja meg a szentély belsejében lévő Isten szobrot. Egy nagyon különleges templom a Prineázban, Krétán található, ami hát alaprajzában is eltér ezektől, ugyanis egy kiegyensúlyozottabb statikus arányrendszert alkalmaz az előzőekben látott korarchaikus, késő helladikus, nyújtott dinamikus terekkel szemben, és ha ez a Priniaszi A-templom, hogyha rátekintünk az alaprajzára, illetve a fennmaradt rekonstrukciókra, amelyből kettő is létezik, akkor egyértelműen állíthatjuk, hogy eléggé keleties ez a templom. Keleties és leginkább mezopotámia jellegű az a Melvéd relief, amit ilyen módon rekonstruáltak, hiszen megtalálható rajta majdnem, hogy az istárbika. Található rajta szarvas is, ez a hetitek által is egy kedvelt téma volt. És itt van a görög oroszlán, tehát mindenféle kultúrából találunk itt relief töredéket. Arról nem is beszélve, hogy a kapuzat fölötti áthidaló tetején két nőalak trónol, és ezek a nőalakok pedig szintén keleti hatást mutatnak, az archaikus merevségük az, ami szembeötlő, ami egyszerre viszel bennünket keletre, illetve Egyiptomba délre. A fennmaradt reliefek is szokatlan arányú ló alakokat mintáznak a frízen, illetve látunk itt két szfinxet a tetőn, ami hát eltekintve attól, hogy a thébai mondakör Oidipus legendája ismerte a szfinxet, azért ez attól függetlenül egy egyiptomi jelenség. Hogy eldönthessük, hogy melyik rekonstrukció a helytállóbb, ahhoz hát tekintsük meg ezt az alaprajzot, ami nagyon sok mindent elmond. Egyrészt egy igen archetipikus megaron formát mutat. Nem a nyújtott helladikus palotákban alkalmazott középtengelyes tereket, kéthajós tereket látjuk benne viszont, hanem valamit, ami sokkal közelebb áll az eredeti megaron formához, mert hogy létezik egy kis tornáca, és létezik egy középoszlop sora. Na most ez a középös oszlop sor között itt a Naoszban, tehát a hajóban találunk valamilyen kis medencét, amely vélhetően egy áldozati oltár, ahol égő áldozatot ajánlottak fel az isteneknek. És ez rögtön meg is magyarázza, hogy miért van a két oldalán oszlop, hiszen hogyha itt égett a tűz, akkor ennek ki kellett füstölni a tetőn, és a tetőnek ezt a rését pedig gerendákkal ki kellett váltani, a gerendákat pedig minden bizonyal oszlopok tartották.
Igen, tehát ez egy figyelemre méltó jelenség, hogy itt még a kora archaikus korban is tartja magát ez a helladikus térkompozálási módszer, miszerint a szentélybe vitték az égő áldozatot, ilyeneket láttunk a helladikus palotákban, és nem pedig a természetben az Isten szobor tárolására kialakított szentély előterében, a szabadban nyújtották meg ezt az áldozati lángot. A Megaronnak az előtere, tornáca, pedig három nagy pillérrel rekonstruáltatott jelen helyzetben, de hát egyáltalán nem biztos, hogy ez így néz ki. Amennyiben helytállónak tartjuk azt, hogy már pedig itt volt található a belső áldozati oltár, abban az esetben ennek inkább lapos tetősnek kellett lennie, hiszen egy emelkedő fedélszéket elég nehéz megbontani, és hát nem is nagyon szép látvány, ha csak nem itt egyfajta füstjukon távozott a füst, amit viszont kevésbé tartok valószínűnek. És itt látható a templom kapuja fölötti áthidaló, illetve a rajta ülő nő alakok. A relief, ami itt található, pedig oroszlánokat ábrázol, amelyből teljesen jogosan asszociálunk a görög oroszlánra, amilyeneket Mükénében látunk, és asszociálhatunk bizony a hetitákra is, amely akkoriban már egy letűnt civilizáció volt, ema hatása még kétségtelenül ott volt a korban. Ezen a dián pedig látszik az előző alaprajz némileg szebb kivitelben, illetve az ülő nő alakok egyike, alulnézetből, fél profilban. Nagyon szépen látszik rajta az a kőfaragó eljárás, amit említettem, hogy gyakorlatilag egy tömbből van kifaragva, hihetetlen feszes testtartásban. Az egyiptomi mesterek jártak el így. Mégpedig nem ebben a korban, amiben vagyunk, hanem korábban. A frízenél, tehát véletlenül a fríz elemeiként pedig ennek pont az ellenkezője, kevésbé kimódolt, tökéletesített arányokkal láthatóak hosszú lábú lovak és azokon pici lovasok, amelyek egy teljesen más tájékozódásra utalnak, annyiban is, hogy emögött egy meander motivum vonulat jelenik meg, de a fríz részeként, tehát véletlenül egy görög szobrászmesterről volt ebben az esetben szó, és nem az történt, hogy különböző épületeknek keverték össze az elemeit. Úgyhogy vannak itt kérdőjelek, természetesen. A korai időknek, tehát korarchaikus időknek a próbálkozásai közé tartoznak bizonyos oszlopfőknek a kifejlesztései. Ez az egyik legkorábbi. Tudjuk, hogy a görög világban a dór és a jón oszlop volt igazán az elterjedt, ám a 7. századnak az elején, illetve hát tulajdonképpen még a 6. század elejéig elmenőleg volt egy úgynevezett, aztán később már feledésbe merülő aiol, vagy más kiejtéssel eol oszloprend, amelyet pseudo-jónnak is nevezhetnénk, hiszen megjelenik a jón oszlopfőkről ismert kosszarv motivum, vagy csigavonal, voluta, mind a két esetben. A felső az Neandria, az alul lévő pedig Naukratis. Ez érdekes, mert Neandria az ugye az a par excellence Aiol föld, ez valamivel a már akkoriban feledésbe merülő Trója alatt Lesbos szigetén, illetve attól keletre Kis-Ázsiában található terület, ez a Neandria. Hát ott építettek hasonló oszlopfőket. Naukratis ez még ennél is érdekesebb, mert ez Észak-Egyiptom. Tehát egy görög kolóniáról van szó, amely ma a Nílus deltájában található, de említettem volt, hogy ekkoriban a földközi tenger vízállása még jóval magasabb, és véletlenül a Nílus deltája sem ennyire kiterjedt, hiszen az fontos földtöltődéssel épül. Tehát az, ami most a Nílus deltájának ugye közepén található, az valószínűleg a partvidék lehetett, tehát méltán gondolhatunk itt egy görög kolóniára, Naukratisban, ahol az Aiol oszloprend, mint olyan, elkezd kibontakozni. És ezek a templomok még a késő helladikus kori, bronzkori
közép-oszlop tengelyes sémát, kéthajós sémát követik. Számunkra azonban fontosabb a középső görög föld, azon belül is hát gyakorlatilag a görög egység otthona, Olimpia, Olimpia Altis, régi Olimpia, és hát ezen belül azért elég sok mindent el lehet mondani. Elsősorban azt, hogy ugye az olimpiai játékokról híresült el, de korán sem csak sportesemények zajlottak ott, illetve a sportesemények azok az évenként vagy bizonyos időszakonként összehívott Panhellén nagy közös törzsi kultuszok részét képezték. Ezek a kultuszok voltak hivatottak kifejezni a görögök összetartozását békeidőben, és egyúttal utalt a közös eredetükre, amelyeket a monda Pelopszhoz köti. Pelopsz, akinek a kultikus istentiszteleti helye az itt található, hát ez jelenleg egy gödör, mivel Pelopszot még a, tehát egyrészt ugye Peloponnészosz sziget, az ő lakóhelye innen kapta a helyét, és mint a Peloponnészosz szigetnek a köldöke, ez a szentély jelentette az ő kultuszának középpontját, de hogy miért is egy gödör, tehát valószínűleg azért egy építmény állt itt, de ugye egyesek szerint őt úgy imádták a régiek, mint az úgynevezett ktonikus isteneket, ez ilyen CH-val irandó, erős K-val ejtendő ktonikus istenek, akik voltak éppen a föld szellemei voltak. És ezt az Isten generációt váltotta aztán a mai ismert Pantheon a Zeusszal az élén. Nos, egy kicsit még erről a környezetről. Tehát az olimpiai stadion, tehát maga a stadion, ahol a futóversenyek, tehát nem birkózások vagy egyebek zajlottak, hanem futóversenyek zajlottak, azok futóverseny, diszkoszvetés, gerelyhajítás, ezeket kell itt elképzelni, az itt található. De ez gyakorlatilag ennek a körzetnek csak a legkívülebb eső tájéka. A körzet, amit úgy hívnak, hogy Temenosz, annak a nagy részét templomok foglalják el. Nézzük csak meg, hogy van itt egy templom, két templom, három templom, itt ilyen templomszerű egyéb romok is találhatóak, és egyéb kisebb szakrális építmények, illetve nagyobb mindenféle romok, illetve tudjuk, hogy itt a keleti végen pedig ugye Néró császárnak volt egy kis római villája, ami később épült oda. Azonban, ha fejtegetjük ennek a Temenosznak a jelentését, ez voltak éppen az istenek ligete, nincs elbarikádozva, nincs fallal körbevéve, hanem szabadon a liget erdőben megközelíthető minden irányból, és ebben szabadon álló és eléggé fesztelenül komponált tömegek gyanánt jelennek meg különböző épülettömbök, templomok és egyéb építmények. Azt is tudni kell erről a Temenoszról, hogy ennek a környezetében nincsenek lakóépületek, tehát ez az erdőben van, az istenek lakhelyével azonos, és bizonyos távolságra van az emberek lakhelyétől. Tehát itt a városi zajától távol hódolhattak a görögök az őseiknek, illetve végezhették el kultikus szertartások részeként az olimpiai játékokat. Ezen kultikus szertartások pedig körmenetekkel kezdődtek, istentiszteletekkel és az isteneknek felajánlott áldozatok elégetésével, illetve az ajándékok, elsősorban pénzbeli ajándékok eltárolásával, egyes helyeken, mint Delfoly, pedig jóslatokat is lehetett kérni. Na nézzük csak meg, hogy pontosan milyen épületekből áll ez. Nagyjából kronológiai sorrendben mondom, hogy ugye az első és legfontosabb Pelopszi sírhely, az voltak éppen az a kettes számmal jelölt, és rögtön mellette, ugye itt, és rögtön mellette Zeus ősi oltára áll.
Ám Zeus valamivel későbbi temploma az ettől délre helyezkedik el. Ez nem is meglepő, hiszen az oltár és a templom az két különböző entitás, ezek sosem épültek egybe, vagy a legritkább esetben. Illetőleg régen, még a helladikus korban képzelhető el, hogy ezek egy térnek a részei lehettek. Megtalálható itt még a metrón, ez egy kisebb szakrális szentély, illetve a négyes számmal jelölt kis ház sorok, amelyek kincses házak. A kincses házak az ajándékokat, adományokat tárolták, és minden nagyobb görög nemzetnek, így az aténiaiaknak, a tébaiaknak, a korintosziaiaknak, spártaiaknak, így, és így tovább, nekiknek volt egy-egy reprezentatív kincses házuk, ahol elzárhatták az adományaikat. Nyilvánvalóan ezeknek a kincses házaknak a felépítés, a reprezentatív jellege mutatta, hogy milyen befolyással bír az adott város, állam, alias polis, az teljes görögségre, hiszen ugye ez itt a görögség köldöke, Peloponnészosz, Pelops atya szülőhelye. Még egyéb érdekes építmények is megtalálhatóak itt. Itt a hetes számmal jelölt úgynevezett Bulletérion, ami közvetlenül a délkeleti bejáratnál található, és egy ilyen finom válaszvonallal azért el van választva ez a Temenosz, igaz, hogy nyitott az egész, és ez még a válaszvonalon kívül található. Tehát a Bulletérionok voltak azok, ahol a férfiak az akkori demokratikus, kvázi demokratikus viszonyoknak megfelelően megbeszélhették ügyes bajos dolgaikat. Ezen az udvaron, illetve itt a belső épületben folyhattak ezek a megbeszélések. Esetleg egy-két per tárgyalására is sor kerülhetett, de azért alapvetően itt a Temenoszban a Temenosz ügyeit, főként gazdasági ügyeit tárgyalhatták. Ez a 9-es alakú és egyébként 9-essel is jelölt épület, ez itt hát nem más, mint a Fejdiász műhelye. Tőle délre helyezkednek el a későbbi korokban épített fürdők, palaesztrák, vagyis birkózóhelyek, ez itt a visszhangok csarnoka, ez a hatos, tehát ez is alapvetően a sportolókat felkészítő hely, hiszen itt láthatjuk azt az átmeneti zónát, azt a kis csatornát, ami átköti a Temenoszt a stadionba. És hát ez itt, ez a 12-es, az pedig nem egyéb, mint a Leonidájon, Leonidas nevéről elnevezett, hát voltak éppen hotel azoknak az zarándokoknak az elszállásolására, akik alkalomszerűen látogatták a Temenoszt. És itt, ezt már én rajzoltam ide, ez a 13-as, ez pedig egy másik tanácsterem, Ecclesiasterionnak is nevezik, de más néven meg Prytaneion, tehát ezek gyakorlatilag rokonértelmű szavak, mint tanácstérre vonatkoznak. Két fő temploma, az egyik a Zeus templom, itt található, a másik pedig a nála régebbi Héra templom, és az ő körzetét pedig Herajonnak hívják, látható, hogy mindegyik keletre van tájolva, és ezekkel majd részletesebben is foglalkozunk. És itt ez a 11-essel jelölt kis kör alakú tólosz, tehát körépítmény, ezt már a makedónok építették, erre is majd kitérek, ez az úgynevezett Philippeion, Philippos, utalva. Itt látható tehát a Herajon, vagyis Héra temploma és annak szent körzete. Láthatóan dór oszloprokkal épült, és a Palaesztrába vezető folyosó, ez már egy késői hozzáépítés, látható jóval karcsúbbak ezek a dór oszlopok. A fejezetüknek a párna tagozata is sokkal absztraktabb, inkább egy kúp palástra emlékeztet. És hogyha a kijárat felé, vagy bejárat felé sétálunk, akkor ott találjuk ezt a bizonyos Bulletériont a maga körszegmens záródásával, vagyis hát íves alaprajzával. És ez az a bizonyos átvezető csatorna, ami a Temenoszt a stadionnal összeköti. És itt a görögök szokásától eltérően egy boltozat található. Ugye tudjuk, hogy a görögök nagyon ritkán boltoztak, mert általában
derékszöges szerkesztést, tehát oszlopgerendás tektonikus szerkesztést szerették. Ez a fajta árkád, ez tőlük eléggé távol állt, viszont ez már egy valódi boltozat, ha már egy boltozat, és ennek az a jele, hogyha meghosszabbítjuk a kövek illesztési vonalait, akkor bizony ezek nagy valószínűséggel egy közös pontban fognak találkozni, tehát egyenletes erőeloszlással, ténylegesen centrálisan szerkesztett kőelemekből épül. Olimpia Altis és az olimpiai játékoknak a nagy riválisa Delfoi, amit hát korunkban csak a delfoi jóstaként szoktunk említeni, illetve így emlékszik rá az utókor, de azért hozzá kell tegyem, hogy azért jóval több minden történik itt, mint jóslás, és a jóslás egyáltalán nem a központi cselekmény, hanem itt is egyfajta az olimpiai játékokhoz hasonló játékok is folynak, ezek a pítiai játékok, tehát Delfoi voltak éppen olimpiának a legnagyobb riválisa, és ugyan korábbi az olimpiai, tehát az 776-tól datálható, ez valamivel későbbi, de ugyanaz a jelentősége, és ahogy olimpiában is sportjátékokat űztek itt is, ahogy Delfoiban jósoltak minden bizonnyal olimpián is, mert hogy ez a nagy többnapos kultusz együttesnek mint egy része volt, és később már látványossága is. Amit itt látunk, az a Via Sacra, ez latin név, a görögöknek is megvolt erre a megfelelő elnevezésük, az a Szent út, ami a völgyből Apollon templomáig vezet, Delfoiban. Azt is tudni kell, hogy ezek a temenoszok, tehát az Istenek ligetei, sok-sok évszázadon keresztül felajánlásokból épültek, és sok-sok város állam lakói, papjai zarándokoltak ide évenként. Ha rátekintünk az alaprajzára, akkor látjuk, hogy ez a bizonyos Szent út itt a Temenosz bejáratánál, amit hozzáteszem, másodlagosan vettek körül fallal, eredetileg nem volt, tehát ez még a római korban épült másodlagos fal, ami keríti, mivel a rómaiak szerették a temenosszaikat, templom körzeteiket bekeríteni, a görögökre ez még nem volt jellemző. Tehát ez az út, ez itt kanyarodik el, és itt az egyes szám mentén érkezik el Apollón oltárához, amely szemközt található Apollón templomával, amit az ötös szám jelöl. És Apollón templomának a hátulján, az úgynevezett Ophistodamosz nyugati részen volt található a jóshely. Tehát, hogy itt tartózkodott a delfoi jósnő, és itt gyülekeztek adományaikkal a hívek, és kértek életre szóló tanácsot, amelyeket természetesen mindig amolyan dodonai stílusban kétértelműen fogalmaztak meg, hogy aztán később ne érje szó a ház elejét, ha mégse jön be a jóslat. Azt is láthatjuk, hogy kisebb megaron alaprajzú építmények helyezkednek el a Szent út mentén. Ezek a kisebb megaronok nem mások, mint a kincses házak. Ilyeneket láttunk már olimpiában is, csak ott libasorban voltak elhelyezkedve egymás mentén, egymás mellett közvetlenül. Ezek egy kicsit ilyen szórtabb, tipikus görög kompozíció elgondolása szerint még tájolásokat sem figyelembe véve helyezkednek el itt a topográfiai erővonalak mentén. Több ilyen is található, a masszáliai, később római, a szifnoszi és a knídoszi, ugye ezek itt lent, majd pedig ez a kettes számmal jelölt aténi kincses ház. Az aténiak kincses háza Krisztus előtt 510-re datálható, és itt található. Tulajdonképpen a legszebb helyén a Szent útnak, fölülről is rá lehet látni, mert itt egy emelkedőt tételezzünk fel, és tehát pont az útnak a fordulójában mindenhonnan nagyon szép látványt ad. És egyúttal egy archetipikus megaron formát mutat, tehát egy az egyben egy görög szentély, vagy egy ősi görög lakóház típus,
amit már nagyon sokszor láttunk. A különböző korok pedig különböző építészeti csodákkal gazdagították, szobrokkal, oszlopokkal és újabb és újabb kincses házakkal, ahogy egy-egy támogató feltűnt a színen, illetve valakik csarnokot is építettek, mint például ez itt, ez a hármas, az aténiak csarnoka névre hallgat. Figyeljük meg, hogy a templom itt is keletre van tájolva, tehát kvázi keletre, és ugyanúgy, mint Olimpiánál, a bejárat itt is délkeleten van, és onnan kígyózik a templom elé. Tehát templom vele szembe oltár, és a kompozíció része valamivel északabbra egy színház. Az első ismert színházak egyike, és bizony ez az út még meghosszabbítható is, hogyha erre felé nyugatnak tovább haladnánk, akkor azt tapasztalnánk, hogy ott is egy stadion van. Már az erdőbe nyúlóan, igaz, hogy kisebb, kevésbé reprezentatív, mint az olimpiai, de bizony van. És ezeket a kultikus szertartás csomagokat úgy kell elképzelni, hogy első nap körmenet, kultuszok és jóslások, második nap felajánlásokkal, harmadik nap színi előadás, negyedik nap pedig stadion. Tehát így követik egymást, ahogy lentről haladunk felfelé, az egyes programpontok is úgy rétegződnek egymásra napról napra, és ezeket évről évre ismétlik, és az is hozzátartozik persze ehhez, hogy ebből következően ezek a színi előadások, ezek javarészt inkább szakrális jellegű játékok, amelyek a kultuszhoz kapcsolódnak szorosan. Egyéb alkalmakkor használhatóak ezek a színház formák egyébként népgyűlésekre is, de erről majd Atén kapcsán részletesebben lesz szó. Apollon temploma tehát, és azt is meg lehet figyelni, hogy a háttérben ott található hát itt bal oldalt a Parnasszus, és lent egy másik Temenosz a távolban, ami az Athénaion névre fog hallgatni, mert hogy az ott nem Apollónak, hanem Athénének szentelt kis szentélykörzet lesz. A kettő között itt a Parnasszus hegynek a hajlatában itt lent, valahol, ott találhatóak a kasztáliai források. Hát azt lehet tudni, hogy az ókori világ lirikus vagy drámai ihletésű költő palántái, vagy épp kiégett mesterei ide jártak és ittak a kasztáliai forrásokból ihletért. Hát rendkívül szimbolikus a nap Isten Apollón és a bölcsesség istennője Athéné és egyúttal az Athén város védelmezője között fakadtak ezek a parnasszusi költői források. És hát az egész kompozíciónak a hátterét az a hegyvonulat adja, ami egy utánozhatatlan széné. És mint ilyen, nyilvánvalóan szénéje nem csak a templomnak, hanem a görög színháznak is, ami valamivel északabbra helyezkedik el. De még mielőtt erre rátérnénk, itt az építés módra is érdemes figyelni. Látható, ez egy tipikus dór templom típus, középgörög dór templom típus, amelynek főbb elemei a következők. Tehát van egy perisztílium, egy köroszlop, rész, oroszlop csarnok, ami a voltak éppen a Megaron és önmaga között négy folyosó szakaszt, pterómát definiál. A templom belsejét, ezt a belső teret, a Megaronnak a termét hívják Aditonnak, más néven Naos, vagyis hajó. És annak van egy előtere, amelynek a neve a hajó előtti, vagyis Pronaos. Ez a korábban látott Megaronnak a tornáca, illetve annak felel meg, és a nyugati oldalon pedig még egy tornác helyezkedik el, ezt Ophistodomosnak hívják. Az oszlopok azok nem monolitikus módon, mint Egyiptomban kerülnek kifaragásra, hanem ilyen oszlop dobokra tagolják, és később összeszerelik a helyszínen. Tehát egyenként ezeket a dobokat kifaragják, összeillesztik, a doboknak a gerincébe bizonyos fém ötvözetet öntenek, tehát olmot, vasat. És ezek
itt a gerinc vonalon fogják ezeket a kő dobokat, és a befejező munkák alkalmával gyakorlatilag összecsiszolják, tehát a maradék befejező munkát még elvégzik ezeken az oszlop törzseken, majd ráhelyezik a fejezetet, illetve rögzítik hozzá a fejezetet, és azon fognak majd a gerendák elhelyezést nyerni. Az alapozása is nagyon jellemző, itt a középkörök vidéken főként lemezalapozást vagy pontalapozást használtak, tehát nagy kőlapokat alakítanak ki, és arra állítják az oszlopokat. És itt látható az említett színház, tehát Alanda templom és alapozása, fölül pedig a sok ezer fő befogadására alkalmas patkó alakú színház, majd színházakról lesz szó külön is. Egyelőre csak azt jegyezzük meg, hogy ennek a geometriája ugye nem félkör, hanem hát inkább egy három-ötödnyi kör, hogyha ezt így nagyjából pontosan sikerült elmondanom. És van egy viszonylag alacsony széné fal, illetve a széné, ami hát egy kvázi színpadként szerepel, és nem ez a patkó alakú rész a színpad, mert ez az orkesztra kórusnak, tehát a zenészeknek, a kórusnak, az éneklőknek a helye, és csak minimális mozgással a mögötte lévő széné dobogóján tudnak mozogni, vagy minimális mozgást végezni a színészek, és ez adja egyúttal a díszletet is, de a görögök számára nem volt szükséges a díszlet, mert a díszlet maga a természet volt. Itt a Parnasszus lába és a mögötte elterülő hegyvonulat, ez az aténi Temenosza, ez mind része annak a tájképnek, amivel együtt szerves egész a színi előadás. Hasonló Temenoszokat, bár kisebb jelentőségűeket találunk más helyütt is, hát Argoliszban, elsősorban Argoszon. Ahogyan egyébként az argoszi templomok esetében is mondhattam volna, ezt sem úgy kell elképzelni, hogy ez a ma ismert Argosz városában van. Ezt ma Neo-Íreónak hívják ezt a helyet, ahol ez elhelyezkedik. Az Íreó az a Herajon. A Herajon, vagyis Héra, ókori nevén Héra szentély körzete, és ez Argosztól, a mai Argosztól, ami egyúttal a római Argosz is, északra helyezkedik el. Tehát ha valaki Argoszban keres és nem találja, és emiatt csalódik, akkor az ezért van, mert ez a Herajon, ez valójában Neo-Íreóban helyezkedik el. És ugyanez a kép be van forgatva, de itt is ugyanazt a tájolást látjuk. Ez a sűrű vonalkázott rész, ez egy gigantikus lépcsőzet, és ugye ez itt az északi oldal, a templomok ez is, meg ez is keletre van tájolva, és ennek megfelelően a bejárat itt is délkeletről nyílik. Találunk még itt középoszlop tengelyes csarnokokat, ezek stoák. Később majd kifejtem, hogy tulajdonképpen mik is ezek. Egyelőre annyit érdemes róluk megjegyezni, hogy a két terasz közti elválasztó falat egy nagyon szép plasztikus térfallá alakít, egyfajta kulisszát épít, azzal keretezi a templom közvetlen környezetét, illetve meg is védi, leárnyékolja a közvetlen rálátástól. Finoman tehát a topográfiai vonalaknak engedve kijelöli a Temenosz határait. Később mindenféle épületet találunk még itt, akár csak Olimpia altészban. A most következő előadás részben pedig szeretnék rá térni arra, ezt a térképet már ugye ismerjük, hogy kifejezetten a templom építészetben melyek azok a karakterjegyek, amelyek bizony megkülönbözhetik egymástól a nyugati, a közép és a keleti hellén templom típust, mert hogy ezek nagyban eltérnek egymástól, hát nyilván itt a földrajzi relatív elszigeteltség is hozzájátszik mindehez. Elsőként, ahol már jártunk, legyen példánk a Olimpián Héra első temploma, mint egy Krisztus előtt 600 körülről. Mi jellemzi ezt a templomot? Hát az, hogy először is van egy oszlop csarnoka, pontosabban csak egy oszlop sor, ami négy oldalról keríti a krepidómára, tehát talapzatra állított templomot. Ezen belül található a megaron formát követő
Pronaosz, Aditon és Ophistodomosz részből álló kvázi templom, ez a tényleges templom, és ezen belül találjuk meg az Isten szobrot, a templomon kívül, tehát valahol itt pedig az Isten oltárát, illetve jelen esetben Istennő oltárát. Ezeket hívják itt Pteroma folyosóknak, és ez a képlete nagyjából a közép-görög templom típusnak. Azt érdemes megfigyelni, hogy a külső perisztílium és a bizony a Naoszba állított belső, egyébként kétszintes oszlop és gerenda sor modulációja az egymástól eltér, már itt kevéssé látszik az eltérés, de majd a következő példám, itt a kerkirai Artemis templománál nagyon szépen látszik, hogy a Naoszban álló templomok sűrűbosztású, illetve oszlopok sűrűbosztásúak, mint a külsők, tehát ezek nincsenek összehangolva. Nagyon találó elnevezése Naosz, ami eredetileg hajót jelent, hiszen ez a belső ház, ez a belső megaron, ez úszik a templom lemezalapozásán ténylegesen, mint egy hajó, és az ott álló tornác oszlopoktól teljesen független a rendszere, tehát nincs igazán összehangolva, hogyha itt vonalakat keresnénk ebben a szerkezetben, ugye nem találnánk el egyértelműen négy-négy oszlopot minden esetben. Ezek tehát nincsenek összehangolva. A templomot illetve hát alacsony hallású tető fedi, és ennek oromzata van, ezt az oromzatot timpanonnak nevezik. Itt jelen esetben Korfu szigetén, az Artemis templomának timpanonján egy gorgó látszik. Ez ugye a Perseus által megölt veszélyes nőszemély, akinek kígyók nőlnek ki a fejéből, és bárki, aki rátekint, kővé dermed. Hát egy érdekes invitáló gesztus egy templom fölhomlokzatától minden esetre. És ezen a rajzolaton pedig el lehet magyarázni a homlokzat legfőbb elemeit, amik egyúttal a szerkezet legfőbb elemei is. Azt kell tudni, hogy az egész templom nem csak úgy ránézése szemre, de nem is távrajz alapján készül, hanem van egy nagyon fontos alapegysége, amit úgy hívnak, hogy modul. Görögül embatész. Azért modul, mert később, amikor majd a rómaiak átveszik ezt a rendszert, és Vitruvius összegzi az építészeti traktátusában a stílszerű építési módokat, akkor ugye latin nevén modulnak nevezi ezt az alapegységet, de a görögök még úgy hívták, hogy embatész. Nos, ez az embatész, vagy modul, ez nem más, mint az oszlopok talajjal érintkező részének alsó sugara, tehát mondjuk R, ugye ez a bizonyos modul, és mindennek ez az alapegysége, olyannyira, hogy magának a templomnak a karakterét is úgy határozzák meg, hogy az oszlopok köze az hány ilyen sugárból rakható ki, tehát hány sugárral egyenlő két oszlop közti távolság, vagyis az intercolumnium latinul, görögül pedig metastylion. Hát, hogyha megnézzük ezt a távolságot, és megpróbáljuk megállapítani, hogy ez vajon hány modul lehet, hát ez valószínűleg nem több, mint három. És ez a három, amennyiben három, ez egy szabályos, úgynevezett piknosztilosz kiosztás. De a jellemzőbb az inkább a szüsztilosz, négy modul távolság metastylionnal. A nagyobb távolságok, vagyis a ritkábban rakott oszlop közök, lehet például 4,5 modulnyi, ez az eusztylosz, vagy 6 modulnyi, ez a diasztylosz, illetve 6-nál nagyobb is, nagyon-nagyon ritkán, ez pedig az araisztylosz kiosztás. Hát ebből igazából megjegyezni csak talán a szisztyloszt, meg a piknosztyloszt érdemes, amik a legjellemzőek voltak, tehát a sűrű
és a közepes sűrűségű oszlop osztás. A modult természetesen alegységekre is tagolták. Ezek az alegységek az úgynevezett partes, ez szintén latin elnevezés. Pars az azt jelenti, hogy rész, és a modulnak ez a huszad része. No, de térjünk vissza az oszlopnak az elemeire, illetve a teljes homlokzat, illetve egyúttal szerkezett elemeire is. Hát azt lehet elmondani, hogy az egész egy jelen esetben lemezalapozáson áll, ez egy emelvény, krepidóma, lépcsős emelvény, de nem lépcső. Tehát nem arra szolgált, hogy ott bárki fölmenjen, ugyanis igen nagyot kellett volna hozzá lépni. Amennyiben ez volt a cél, ott egy külön kis középső rámpán vagy lépcsőn vezették be a papot, és kizárólag a papot, mert hogy a köznép számára ez nem volt látogatható, hiszen csak az Isten szobor elhelyezésére szolgált. Ez is, ugye ezt is megerősíti a Gorgó fejét Korfun, az inkább megállt parancsol a köznéptől, mint invitál. Tovább menőleg, tehát az oszlopokat, amiket szülosznak hívnak, és az ő fejezetüket követi felfelő menő irányban az úgynevezett architráv, vagyis gerenda. A gerendán helyezkedik el a fríz, magyarul képszék, ez a sor. A képszéknek a része a triglif és a metopé. A triglif az ez, a triglifos. A glifos az ez a kis bemélyedő rovátka, és mivel ebből három darab helyezkedik el egy ilyen triglifen, innen kapja a nevét, tehát triglifos, és a triglifek közét pedig ez a négyzet alakú úgynevezett metopé vagy metopa, ez a meto, ez a köztességre utal, tölti ki, és ezeket szokták bizony domborművekkel, színes domborművekkel, reliefekkel díszíteni. A frízt általában egy koronázó tagozat, görögül geison fejezi be, illetve hát, ahogy a szóban is benne van, koronázza, és a főhomlokzati oldalon ez a geison mint egy befordul, és ugyanazzal a tagozat struktúrával alakít ki egy tetővonalat. És ebben a tető háromszögben, oromfalban pedig szintén domborműveket találunk általában, és ezeket majd részletesebben is megnézzük, hogy pontosan milyen részekből állnak. Hát itt látható egy elképesztően gazdag görög, illetve római fogalomtára van, aminek az ismertetésével egy külön előadást is meg lehetne tölteni, egészen nyugodtan vagyok a kettőt is. De azért nem állom meg, hogy tömondatokban ne említsem meg őket. Itt előző előjáróban még azért annyit mondanék, hogy két oszloprendet is látunk itt. Ez a felső a Dor, az alsó pedig a Jón. Az oszlopok itt ugye csak két axiomatikus vázat van, az oszlopok azok mind Dor oszlopok természetesen, a Jón oszlopok majd ezek a csigavonalúak lesznek. A közép-görög vidéken a Dor oszlopok jellemzőek, tehát ez, amit itt látunk, és kirajzolva a profilja, így néz ki a Dor oszloprendnek. Miért beszélek egyáltalán oszloprendről? Hát azért, mert az oszlop rendje nem csak az oszlopot, a gerendát és az épület homlokzatát, hanem a teljes építés módot meghatározta, azt a karaktert, amit jelen esetben közép-görög karakternek, közép-görög típusnak neveztünk el. A Dor oszloprendnek a karaktere férfias, ezt a férfias oszlopnak is szokták nevezni, és természetesen minden egyes része tagozata a modulhoz van mérve. Hogyha megfigyeljük itt a kótavonalakat, mindenhol M és P betű tűnik föl, ugye az M az alapegység a modul, önmagához viszonyítva ez ugye az oszlop alsó sugara, alsó részének a sugarát jelenti, a P az pedig a pars, vagyis a modul huszad része, tehát minden ehhez a két mértékegységhez van tájolva. Még említést érdemel a maga kifejezést is, stylus, ez az oszlop, hát innen van a stílus, stílus, stílus szó, egyesek szerint a stílus az egy irodalmi kifejezés,
Hát, és ezt arra alapozzák, hogy stílusnak hívták a rómaiaknak azt az író pálcáját, amivel a viasz táblákba vésték a szöveget. Azonban a stílusz az egy görög szó, és hogyha a görögöknek is volt ilyen pálcájuk, amiben véletlenül nem viaszba, hanem agyagcserepekre karcoltak jeleket, amelyeket aztán például a osztrakizmuszok, a cserépszavazások véget ki is égettek. De ez alapvetően nem egy erős párhuzam. Tehát ez még nem fedi a stílust, mint olyan, attól még, hogy létezett egy stílus, illetve stílusz nevezetű vesző, amivel írtak. Sokkal inkább az oszlopra utal, és sokkal inkább benne van az a gondolat, amit az előbb mondtam, hogy a stílusz, tehát az oszlop minősége, az oszlop mifélesége a teljes templom karakterét, és egyúttal a régió karakterét, tehát akkor most már kimondom, stílusát meghatározza. Vagyis az irodalmárokat sajnos ki kell ábrándítsam, ez valójában az építészetből származó kifejezés, az oszlop görög elnevezéséből származik. Az oszlop természetesen több részből áll, ezeket elmondom, de kezdjük inkább itt fent. Tehát az előbb elmondtam, hogy van egy koronázó tagozat, ez a bizonyos gejszon, és itt lehet, hogy érdemesebb inkább egy ilyen kiemelést alkalmaznom. Tehát, hogy ez a besatírozott rész, ugye ez itt a gejszon. És alatta található a fríz, alias képszék. A fríznek a már említett módon a kettes számmal jelölt triglifon, illetve a metopé vagy metopa rölieffel kitöltött kis köztes mező a része. Ez alatt található egy vékony sáv, amely tulajdonképpen az alatta lévő architrávot, gerendát választja el. Ezt hívják tajniának, és a tajniák alján itt találhatóak guttákkal ellátott lemezek. Ezek a gutták kis harang alakúak, és nem más célt szolgálnak, mint hogy a tagozatokon végig folyó víz cseppek ezeken keresztül lecsöppenjenek, és ne folyanak tovább a szerkezeti jelentőségű architrávon, vagyis gerendán. Ilyen guttákat találunk még itt idefönt is, és ez a lemez, ez pontosan azért ilyen ferde szögben emelkedik, hogy hát ezen lehetőleg már a víz ne tudjon keresztül folyni. Na de menjünk tovább a megelőtt elemek elemzésével. Ha lefelé, vagyis a talaj felé haladunk tovább, akkor ugye itt találjuk az architrávot, majd pedig az oszlop fejezetét. Az oszlop is alapvetően két részből áll. Az egyik, az az úgynevezett abakusz, ez mindig ortogonális, tehát olyan, mint a fölötte lévő gerenda, tehát négyzetes alakú. Viszont mivel az oszlop az alapvetően körkeresztmetszetű, a kettő között kell valamilyen transzlációs felület, ami átviszi a négyszöget körré, ez valójában a kör négyszögesítésének egyfajta korai problémájára világít rá, és ez pedig az úgynevezett abakusz, vagyis párnatag végzi el, amely a korai időszakokban ténylegesen ilyen párnaszerű, kicsit kibudjanó, jelen esetben ezen az ábrán inkább közelít egy kuppalást hoz, és minél a későbbi korokban kutakodunk, annál inkább kuppalásthoz fog hasonlítani ez a párnatag, vagyis görög nevén echinus. Az echinuszt a nyaktag rész követi, és a nyaktag az különböző apróbb al részekből tevődik össze, amelyek kisgyűrűk elsősorban, ezek az úgynevezett anuluszok. Az anuluszok alatt található a hipotrácheion. Ez a nyaktagnak az a része, ami kannelúrázott, ugyanúgy, mint az alatta lévő oszloptörzs, és a hipotrácheion alatt pedig az úgynevezett scamillum rovátka, ami a tényleges törzset a nyaktagtól elválasztja, tehát összességében a fejezetet az oszloptörzstől. Ezek a kis vonalkák az egyes kannelúrák határait jelölik. A dór oszloprend esetén ezek a
határvonalak élben találkozó kannelúrákat jelentenek, majd később a jón oszlopok rendjénél ezek nem élben fognak találkozni, hanem lesz egy kis hát a korábbi hengerpaláshoz illeszkedő egyenes szakasz is az egyes kannelúrák között. Itt pedig láthatók a gutták, vagyis a esővíz csöppentő lemezkék. És hogyha elmegyünk az oszlopok lábazata felé, hát először is látni kell, hogy a Dór oszlopnak általában még a görög időben nincsen lábazata, szemben a Jón oszloppal, aminek majd lesz. És még két dolgot szeretnék a kép kapcsán elmondani. Az egyik az, hogy szembe találkozunk az úgynevezett Triglif-Metopé konfliktussal. A Triglif-Metopé konfliktus abból jelentkezik, hogy megfigyelhetően, hogy a triglifek, amik itt vannak, azok mindig az oszlopok tengelyében helyezkednek el. Azonban, hogyha így sorolok végig egy homlokzatot, akkor ebből az fog kijönni, hogy a legszélső oszlop tengelyébe felállított triglif, az nem fut ki a sarokig. Ez csúnya, mert befejezetlennek tűnik a fríz. Viszont, hogyha kifuttatom a fríznek a végéig, akkor egy nagyobb metopé keletkezik, ez szintén csúnya, mert ez a távolság meg nem egyezik, amit el lenne rontva. Hát mi a megoldás? A görög mesterek ezen sokat gondolkoztak, és különböző megoldások születtek, de a legelterjedtebb az volt, hogy rendben van, a fríznek a szélére kihúzták a triglifet, és eltekintettek attól, hogy az utolsó triglif is oszloptengelyben legyen, azonban az így keletkező nagyobb metopét leszűkítették ugyanakkorára, ennek következtében a két legszélső oszlop tengelye egymáshoz közelebb került. És ez az aprócska hiba, amit egyébként szemmel szinte észre sem veszünk. Úgyhogy ez az optikai csalás, ez a görögöknek kiválóan alkalmas volt arra, hogy megoldják ezt a problémát. Azt is tessék megfigyelni, hogy az egyes oszlopok között a tengelyben illesztési hézagok találhatóak, tehát a gerend az nem egy monolitikus gerenda, hanem kisebb hézagokkal tagolt, amelyek ugye a gerendákat ugye szintén elemekből illesztik össze, és ilyen módon mindennel összefügg. No, akkor ezek után menjünk tovább. És nézzünk erre példát. Korinthoszban találjuk a szintén középgörög típusnak megfelelő Apollon templomát az archaikus korban. Én mindenkit óvaintek most attól, hogy azt gondolja, hogy lévén Korinthosz, ezért bizonyára korinthoszi oszlopoknak kell ott lenniük, ugye ami a három alap görög oszloprend közül a legdíszesebbik. És ez nem igaz. Mert a korinthoszi oszlop az ekkor még nem jelenik meg. A korinthoszi oszlop majd a klasszikus korban fog megjelenni, és ugyanaz lesz a kitalálója, aki Athéné Parthenosz templomát is építi az Akropoliszon, majd megismerkedünk vele a későbbiekben. A korinthoszi oszlop nem onnan kapja a nevét, hogy Korinthoszban terjedt el, hanem ez igazából a makedónok stílusa volt, mégpedig birodalmi stílusa. Onnan kapja a nevét, hogy a makedónok a görögökkel a korinthoszi szövetség megalapozásával egyeznek ki. És a korinthoszi szövetség pecsételi meg voltaképpen majd később a makedónok uralmát a görög területek, vagyis Hellász fölött, és innentől kezdve leginkább ennek a birodalmi reprezentációnak a korinthoszi oszlop fő fog megfelelni, ami tehát a korinthoszi szövetségre, és nem Korinthosz városára, vagy az archaikus Korinthosz építészetre utal. Mellesleg ez a korinthoszi Apollon templom is egy gyönyörű, szép, egészen a késő római korig épülő és bővülő Temenoszban található, aminek szintén van színháza, több kisebb temploma, és hozzátartozik a hely történetéhez, ugye itt látható a kincses házak, és hozzátartozik a hely történetéhez az is, hogy az első században Szent Pált itt vették őrizetbe,
illetve itt kínvallatták, tehát a korintoszi levél az evangéliumban, a keresztények bibliájában, az szintén itt születik. És ennek az emlékhelye az a mai napig megtalálható. Itt, pont itt. Ez a templom típus, tehát a középgörög jellegzetességeket mutatja, még egyszer perisztil, pterómák, pronaos, naos, illetve aditon, ophistodomos és annak szintén egy pronaosza, ez itt a keleti irány természetesen, és igen, zömök, korai, szépen megformált párnatagozattal rendelkező dór oszlopokkal alakították ki, amelyeknek élkannelúrás oszloptörzsük van. Most nézzük meg egy másik templomtipust, ami nem más, mint a keleti, a jóniai görögség építési módja volt. Ez egy keleti, tehát a keleti kultúrákhoz felfogásában, szemléletében és technológiájában is sokkal-sokkal közelebb álló. Mit jelent ez? Tehát keletre birodalmak terültek el, központosított hatalmak rendszerei, előbb az asszírok, majd a babilóniaiak, majd a perzsák, illetve a médek, perzsák, később a pártusok telepednek meg itt, és ezek mind központosított birodalmakat építenek. Ennek megfelelően a szakrális építményeknek nem demokratikus az elrendezésük. És szükség van egyfajta hatalmi reprezentációra is, egy abszolút szervezettségre, ami bizony tükröződik majd az alaprajzi rendszerükön, és az építészeknek a nevét is emiatt hát sokkal inkább feljegyzik, meg is maradnak a krónikákban. Az efezoszi Artemis Szenti, ami egyúttal a világ hét ókori csodájának egyike, Kerszifrón és Metagenész építész páros alkotta, hát jelenleg csak ennyi található belőle, de az ókori világnak az egyik leghatalmasabb szentélye volt. Így néz ki az alaprajz. Egy mellette látható Artemis, kicsit ilyen földanyásan ábrázolva, azért meg kell valami, pláne a keleti Hellász területein, azért a keleti mentalitással és az ottani kultikus isten és istenő szobrok üzenetével eléggé könnyen összemosódtak a görög istenvilág, a görög panteonnak az egyes elemei. Na de nézzük inkább a templomot, mert nagyon érdekes, hogy ez a természet anya, itt a rengeteg kis keblével, itt az ölén tartózkodó sok állattal, ezeknek az elrendezése mennyire szabályos, és ugyanennyire szabályos, szinte mátrixba rendezett a templom alaprajz is. Ellentétben a középgörög típusnál elmondottakkal, hogyha megnéznénk ennek a vonalait, akkor bizony csupa egyenes vonalat találnánk, olyat, amilyet én nem tudok itt szabad kézzel rajzolni. Tehát akármelyik irányba elindulnánk és olvasnánk ezt az oszlop sort, bizony azt tapasztalnánk, hogy itt minden egy vonalba esik. És ebből ugye az is következik, hogy az alapozási szisztéma is más. Tehát nem pont alappal vagy lemez alappal készül, hanem ezek alá, az oszlop sorok alá sáv alapokat építenek, ez jóval takarékosabb és kiszámíthatóbb technika, és különböző teres süllyedésekre is ugye kevésbé érzékeny. Még két dolgot muszáj elmondani a keleti görög templomtípus kapcsán. Az egyik az, hogy nézzük meg, hogy a bevezető előtér, ami ugye tengelyben van, és természetesen tükörszimmetrikus szerkesztéssel van dolgunk, páros számú oszloppal, hogy ez a bevezető szakasz, ez önmagában is egy ilyen reprezentatív folyosó. Míg hátul ennek a tükörképét, vagy valami hasonlót nem találunk, ott ráadásul egy páratlan kiosztású számú oszlop erdőt találunk. És oszlop erdőről beszélek, tehát nem csak egy oszlop tornácról, aminek van egy ilyen oszlop körítése, hanem egy egész oszlop erdőről, aminek azért egy sokkal mélyebb térhatása van. És azt is figyeljük meg, hogy a keleti templomnak az ophistodomosza
ez mennyivel közelebb van a krepidóma pereméhez, mint a pronaosznak a pereme. Vagyis egy kicsit nagyobb tér keletkezik az elején, mert hogy ez reprezentatív hatású. Tehát, hogy a megérkezésnek van egy kellő méltósága. Ahogyan méltósága van annak a többszörös krepidómának, többszörös emelménynek, ami ráadásul teraszosan képezi ennek az Artemis templomnak a talapzatát. Egyfajta dombot építenek, magaslatot képeznek, ez már nem az a természetes felfogás, ami a középgörög, mondjuk Olimpia templomait jellemezte, hanem ez egy monumentum, ez egy monumentális alkotás. Egy kicsit a mezopotámiai cikuratuk mintájára, vagy az egyiptomi piramisok mintájára, tehát ez az ég felé törő kompozíciók ezek. És ugye még az is fokozza a tengelyességét, illetve az egy frontból olvasható frontális jellegét, hogy ez a hátsó opisztodomos, ez ugye nyílással nincsen összekötve az aditonnal. Hasonlókat látunk Számos szigetén, ahol már a késő helladikus kor kapcsán is tettünk egy kitérőt. Hát ugyanazt látjuk, ezek az egyenes vonalak meghúzhatóak, tehát a pronaoszon, illetve naoszon belüli oszlopok tökéletesen össze vannak hangolva a külső a pterómák, tehát a körüljáró folyosóknak a részét képező oszlop erdők tengelyeivel. És a frontális hatást még ez a széltében széthúzott lépcsősor is itt a rekonstrukciós alaprajzon bővíti, mutatja. Nem sok maradt belőle, ellenben viszonylag sok maradt az oltárból, amit így úgy, aztán később összeróttak, hát körülbelül így nézhetett ki, nyilván ez egy későbbi oltár, és nem a Roikosz, illetve Polikratész idejében épült eredetivel van dolgunk, de ez is természetesen a templom előtt helyezkedett el, tőle tehát keletre, mert egy bejárat mindig a felkelő nap irányába néz. És a helyszínen az elmaradhatatlan Apollon kúros szobrok, egyéb alkotások, amik előkerültek az archaikus korban. A kétségtelen leghíresebb, legkülönlegesebb mind közül, az pedig a didimai Apollon templom, ami ugye egészen sokáig, több, sok-sok év, majdnem fél évezeren keresztül épül, Paionos és Daphnis az építész, tehát a későbbi korokban pedig már nyilván a rómaiak lesznek azok, akik felújítják, befejezik. Különösen Hadrianus idején növekednek a római rekonstrukciós munkák birodalom szerte Rómában, de az eredeti, ugye hát itt látható valószínűleg Apollon portréja. Ez a Didyma, ez ugyanúgy a Jón partvidéken található, tulajdonképpen Athénnal szemben, az égei tenger túlpartján, és itt is láthatóak ugyanazok a gesztusok, tehát ilyen hihetetlen magas, nem csak két lépcsőből, hanem több lépcsőből álló teraszos krepidóma, azon a nyújtott arányok, tehát kifejezetten magasított Jón oszlop, amely kannelúrázott természetesen, és csigavonalas oszlop fővel befejezett. Kicsit ráközelítünk erre, itt rögtön két érdekes dolgot is látunk. Egyrészt itt kirajzolva a didimai Jón oszlop típus, amelynek a dorral szemben már van egy lábazata, aminek a részei a Taurus, a Trochilus, más néven Skócia, és alul még egy Taurus, vagy Stilobates oszlop talapzat, és az alatt kezdődnek el a krepidóma elemei, amelyek itt sem egyszerű lépcsők, hanem annál sokkal nagyobb fellépést igénylő ilyen talapzati elemek. A Jón oszlop tetején pedig egy három részből álló architráv, tehát három részre bontott architráv, osztott gerenda található. Itt van fríz, kicsit ilyen a homorú, ez a kidomborodó fríz, ám a Jón oszlopoknál, oszloprendnél ez nem szokásos, és afölött pedig egy fogsor található apró pici kinyúló konzolokkal. Erről majd a későbbiekben beszélek. Egyelőre azonban figyeljünk az Apollon templom alaprajzára, amelynek különlegessége azon túl, hogy itt is ezt a
az oszlóperdőt, keleti ihletési oszlóperdőt látjuk, az az, hogy nincs neki magas teteje, hanem egy lapos tető, illetve a templom belül és a tetőt áttörő fényudvar található. És ennek a fényudvarnak, tehát a Naosz helyén egy fényudvar van, és ennek a Naosznak a legbelsőbb részében egy kis megaron, tehát ez az archetipikus forma újra megjelenik, egy picike templomot a templomban, házat a házban ide felépítettek, aminek szintén van egy hajója és egy pronaosza, és ezt úgy is hívják, hogy Naiskos, tehát egy kicsinyítő képzővel ellátott templomka. Tehát bemegyünk a templomba, de az nem a templom, hanem azon belül van egy templomka, az az Isten szobrának őrzésének a helye, de ugyanúgy, ahogy az előbbiekben is láthattuk, ugye van egy nagy bevezető előtér, pronaosz, és egy köztes, tulajdonképpen egy nártex, ez már egy római elnevezés, és annak a nártexnek a két szélén pedig egy-egy törtkarú lépcső, amivel föl lehet menni ide a tetőre. Ez egy gigantikus templom. És ha ezt a középső elválasztó részt megfigyeljük, ami a görög templomoktól azért alapvetően idegen, és számításra vesszük azt is, hogy ez a fajta térsor, tehát egy előtér, még egy előtér, udvar, belső szentély, mind egyetlen közös tengelyre fűzve, ez hol fordult elő, akkor bizony jól asszociálunk, ha Egyiptomra gondolunk, mert hogy ez egyértelmű egyiptomi hatás. Egyiptomi hatás ez a lapos tetős kialakítás, az egyre kisebb építményeket magába foglaló, egyre titkosabb kamrákat megépítő és felfűző tengelyes szerkesztés, illetve az oszlop erdő, ami ezt körbeveszi, illetve bevezeti. Ezek egyiptomi ihletések. De hát ebben a korban már méltán nevezhetnénk részint perzsa ihletésnek is, hiszen tudjuk, hogy a perzsa apadanák, ez a híres oszlop csarnokok, azok szintén jelenség voltak keleten, és ebben az időszakban Jónia már egyre inkább a perzsa birodalom részévé válik, amely birodalomnak része természetesen Egyiptom is. Tehát ennyit a didimai Apollon templomról, és az ottani Jón stilosz rend után pedig a reguláris Jón oszloprendet nézzük meg, ami nyilvánvalóan áll egy fejezetből. Ez a fejezet akár csak a Dór esetében nyilván rendelkezik egy párnataggal, és rendelkezik egy abakusszal. Az abakusz az jóval kisebb, keskenyebb, a párnatagot pedig eltakarja teljes egészében. Ez a voluta, a csigavonal szerkesztés. A törzs a nyaktaktól lefelé ugye egy kannelúrázott kialakítást mutat, a kannelúrák kis körszegmensekben végeznek, és a kannelúrák nem élben találkoznak, mint a dóroszlopok esetén, ha van egy kis egyenes szakaszuk, ami a teljes hengerpalástra illeszkedik. Illetve, mint mondottam már korábban, van a jónoszlopoknak egy lábazata is, itt a didimai Apollon templomban ez különösen ékes, díszes. A tórusz, hát ez egy matematikai forma, ezt ma is így hívják, tórusz, a trochilusz, és az alatta lévő stilobátész, ez ugye egy nagyon finoman faragott rendben követik egymást, hihetetlen művesen részletekben menően tagolták ezt a trochiluszt. Az oszlop fejezet fölött egy hármas osztású architráv található, és bizony itt végre, mint ahogy ennek lennie kell, nem található fríz, hanem egy úgynevezett hármas tagozat. A hármas tagozatnak a középső része az úgynevezett fogsor, ez a hármas tagozat, ez, amit kiemelek. Hármas tagozat, mert hát tulajdonképpen a fogsort, ami középen található, úgynevezett kíma emeli ki. Ezek a kímák, ezek ilyen kitöremkedő kis kötő tagozatok. Ezek a kötő tagozatok azok, amik a szerkezeti elemeket egymáshoz kapcsolják. Tehát jelen esetben a fogsort, vagy épp a frízt összekapcsolják a gerendával, illetve a fogsort összekapcsolják a gejszonnal, a koronázott tagozattal is. Itt a guttákkal telerót lemezek helyett
egy vízort találhatunk, ugye ez az, ami a vizet lecsöppenti a koronázott tagozatnak, a gejszomnak a részeként, és akkor gyakorlatilag ezzel készen is vagyunk, a hármas architráv, hármas tagozat a fogsorral, illetve a gejszon, amely vízorban végződik, ugye ez az, ami a tipikus jón oszloprendnek a vízszintes tagozatát, illetve párkány tagozatát adja. És itt látható még egy összevetés, fönt a már ismertetett dór oszlop rend, itt pedig a jón oszlop rend. De valójában, ha jobban szemügyre vesszük, akkor látunk rajta egy furcsaságot, ugyanis itt nem látjuk a metopékat, tehát itt légüres tereket látunk, és úgy tűnik, mintha a triglifek, azok valójában csak gerenda végződések lennének. A régészek, építészek szerintem nyugodtan egyetérthetnek abban, hogy a görög kőtemplomnak volt egy fa templom elődje, amely fa templom az ténylegesen így épült, hogy gerendákat állítottak egymásra. A dór esetében vastag gerenda párra harántgerendák kerültek, amelyeket befogott a belső naosznak a fala. A jón oszloprend esetében pedig szintén egy gerenda páros találunk, de egy sokkal sűrűbb osztású harántgerenda sort, és ezeknek a végződései azok a kis konzolok, amiket a kőbeépítés időszakában már csak egy-egy ilyen fogsorként észlelhetünk. És természetesen megvan a megfelelője a koronázott tagozatnak is, az a koronázott tagozat felel azért, hogy a tetőről lecsorgó, amit cseréppel fedett tetőről lecsorgó víz, ez egyfajta ereszként föl legyen fogva. Tehát ez a gejszonnak az eredeti rendeltetése itt a hossz oldalon. A későbbi korokban, amikor már ezeket nem fából készítették, hanem kőből és ennek megfelelően elnehezettek, zömökebbé váltak a tagozatok, akkor annak lehettünk tanúi, hogy ezek az elemek ugye kőgerendák lettek, és a kőgerendák és a gejszon horizontális közeit kifalaszták, és már csak annyira volt energia, hát nyilván itt már ténylegesen nem építették meg ezeket a gerendákat kőből, hanem leginkább egy kőkazettás mennyezetet építettek ennek helyébe, hanem amiket csak ritkábban, tehát a fa megfelelőjénél ritkábban tagoltak kőgerendák. Szóval a végződéseket viszont vizuális értelemben megtartották mind a dór oszloprendnél, mind a jón oszloprendnél, és mint említettem, hogy ebből alakult ki a fríznek a jellegzetes architektonikus rendje, és ebből alakult ki a fogsor plasztikája is. Itt pedig még egy pillantást vessünk a didimai Apollon templomra. Nagyon archaikus egyébként, hogy a didimai Apollon templommal szemközti oltár az még kör alakú. Ugye a heladikus időszakban láttunk kör alakú tűzszentélyeket, és ez egyúttal megmagyarázza, amit az előző videóban fejtegettünk, hogy azok a királyi paloták belső udvarain álló kör alakú tűzőrző helyek, azok bizony kultikus központok is lehettek, tehát felajánlási áldozati helyek is lehettek a királyi palotán belül. Az következő egyúttal utolsó érdekesség, ami szintén keleti jellegzetesség, az az, hogy tessék megfigyelni ennek a belső udvarnak a homlokzatát. Mit látunk itt? Ez egy nyitott homlokzat? Egyáltalán nem. Oszlopokat látunk? Nem oszlopokat látunk, hanem az oszlopok helyett úgynevezett pillérek, tehát négyszöges alaprajzú pillérek, de még csak nem is pillérek, mert ezeknek a közei ki vannak falazva. Ezek valójában a falból csak félig kiálló félpillérek, más néven pilaszterek. És ezek a pilaszterek itt jelennek meg tulajdonképpen majdnem, hogy először. És ennek azért van különös jelentősége, mert a görög építészet, ami alapvetően tektonikus volt, tehát szerkezetben gondolkozott, tömegformákban, űrökben
és objektekben. Itt először alakít ki kulisszát, mégpedig egy templom belső homlokzatán. Kulisszát, amely a térmélység illúzióját volt hivatott megteremteni. És amint a szobrászmesterek is nagyobb számmal voltak találhatóak ezen a keleti működési területen, úgy egész nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a különböző oszlop tagozatokat is jóval gazdagabban faragják meg. Hát egészen aprólékos munkákat látunk itt, ez összesen hasonlítható a középgörög vidékek dór keménységével, lakonizmusával, ugye itt ez a kifejezés teljesen stílszerű, hiszen Lakónia és Pelloponészoszon van. Utolsóként pedig tisztázzuk a nyugati hellén templom típust. A nyugati hellén ugye a Itália déli részén, illetőleg Szicílián helyezkedik el. Paestum, latin nevén, korai görög nevén Poseidon Dónia, ugye a tenger istenének nevéről kapja a helyét. Több templomot is találunk itt, amelyet a kisé tanástalannak tűnő régészek a különböző korszakokban különböző névvel illettek. Hát ezt például bazilikának hitték, vagyis hát vásárcsarnoknak az alapra az alapján, de hát a korán sem az volt, hanem valójában Héra temploma. Ez a dél-itáliai település azért is jelentős számunkra, mert több templomgenerációt látunk, amelyek a legősibb típustól az egészen modernig mutatnak különböző megoldásokat. Ugye itt még a korarhaikus közép oszloptengelyes megoldást láttuk, ugye ez két hajós tengelyszervezet, de már itt is feltűnik egy jellegzetesség, hogy az Office Tudomos az nyugat felé nem nyitott, hanem az Aditon részeként egy ilyen belső terecskéként manifestálódik, és ebből kifolyólag tulajdonképpen az egész templom egy ilyen egyetlen oldalról olvasható csak, noha térben áll és körüljárható, és ennek is van egy pterómája, alapvetően mégiscsak egy ilyen középtengelyre szervezett egynézőpontos épületről van szó. Ugyancsak itt található aténi temploma, amit hát korábban Démétér templomának tartottak, de kiderült róla, hogy az aténiek patronus Isten asszonya a titulusa, és a templomon, hát itt még inkább látszik, hogy Office Tudomos az már nem is található, csak egy aditon, meg egy előtér, és az előtér előtt még valami érdekes, úgynevezett prosztázis, kisebb oszlopokból komponált tornác. És ezt a fajta prosztázist, amikor egy nézőpontra szerkesztett, és egy olyan naosz található mögötte, ami nyugat irányban zárt. Tehát ezt a fajta oszlopos tornácot hívják szicíliai prosztázisnak, és ez együtt értelmezendő azzal, hogy a pteróma, ahogy körbefut, annak a folyosó keresztmetszete sem állandó. Ugye látjuk, hogy a két hossz oldalon, illetve hátul nagyjából megegyezik a keresztmetszet. A keleti oldalon, a bejárati oldalon azonban sokkal-sokkal nagyobb. Tehát érezhető, hogy van egyfajta meghőkölés, hátrálás az alaprajzban, azért, hogy a felvezetés minél reprezentatívabb legyen. És Szürakuzában, ezúttal már Szicíliában is megfigyelhető ez, Apollon templomában ez a típus, szicíliai prosztázissal, ami nem csak egy kis oszloptornácot jelent jelen esetben, hanem egy újabb gerendával ellátott oszloptengely sort, ami megismétli a fronthomlokzaton látható 8, illetve 6 részből álló
oszlopsort. Tehát ez a kis prosztázis egybe értendő, és ez vezeti be a tengelyre szervezett egyiránypontos, illetve egynézőpontos templomot. Selinus, szintén Szicilián, de annak a keleti részében található, rendkívül gazdag a nyugati templom típusban, és mindegyik egy picit eltér, mindegyiknek van valami különlegessége, hát egy Selinusban legalább 5 ilyen templomot találunk, és viszonylag éppen maradtak meg. Az első ezek közül a Selinus, olasz nevén Selinus, egy C-temploma, ahol hát már elmondottaknak megfelelően láthatjuk a szicíliai prosztázist, de ugye ez ennek más neve is van, ezt úgy is hívják, hogy dipterosz. Dipterosz azért, mert a térménység növelése érdekében két darab kis bevezető folyosót építettek ide. Tehát még egy monopterosz, tehát egy pterosz veszi körül a megaron formájú templomot és a templomhajót, addig a bevezető szakaszon két folyosót találunk, ez egy dipterosz szerkesztés, amihez ugye csatlakozik a szicíliai prosztázis. És tengelyre szervezett ez is, az aditomból nyílik az ophisthodomosz, illetve az, ami maradt belőle, ami többé nem nyugatra, hanem a Naosz felől, tehát keletre nyitott. A korabeli építőmesterek azt érezték a kísértést, hogy az Isten szobrot ne is a Naoszba helyezzék el, innentől kezdve, hanem ebbe a legbelsőbb szentélybe, ilyen módon egy plusz intimitást adva az ott elhelyezkedő Isten alaknak. A lépcsőzetes kialakítás és metszet az ugyancsak jellemző, tehát ez is az egy nézőpontos tájolást és szerkesztést erősíti. Tehát nem elég, hogy az egyes terek azok egymás után következnek, hanem ezek még emelkednek is, vagyis a tér keresztmetszete egyre szűkül, egyre titokzatosabb felfűzött terekbe érkezek. És itt látható az a dór oszlop, ami nyugaton ugyanúgy jellemző, mint a középgörög vidéken, tehát itt se jón oszlopokból építenek, hanem a dór oszloprend terjed el, és ez egy eléggé érzékletes ábra arra nézve, hogy az a bizonyos sudarasodás, vagyis entázis, ez hogyan megoldott. Egy ilyen finom hajlatban, ívben szerkeszthető. Azt azért elárulom, hogy az oszlopnak az alsó harmada, tehát mondjuk ez körülbelül itt ez a rész, az alsó harmada, ez függőleges, és csak a felső két harmad az, ahol megfigyelhető ez a sudarasodás, ez a finom ívben történő keresztmetszet szűkülés. És itt található még három további templom, az E, az F és a G jelű. Az E templom, ez egy középgörög típust mutat, kevésbé a nyugati jellegzetességgel bír. Ez olyan, mintha olimpián épült volna. És az F templom, amelyre egyfajta gigantizmus jellemző, és plusz még egy eddig nem látott elem, az úgynevezett szekrényfal. Látható, hogy az oszlopok közeit itt egy másodlagos szerkezet, falazat tölti ki, ilyen módon lekerítve a belső hajót a külvilágtól, és a pteromát pedig ezáltal zártá, és valamennyivel fénytelenebbé is teszik, de ezek a falszakaszok nem érnek teljesen az oszlopok nyakáig, mert akkor aztán tényleg kevés fény jutna be, és itt találjuk ugyancsak a szicíliai prosztázist. A G templom pedig, G mint gigantikus, az egyik legnagyobb ismert görög templom ebből az archaikus időszakból, szintén szicíliai prosztázissal, ami, ha itt egy egyenes vonalat feltételezünk, akkor az ugye a dipterosz. Ennek van rendes ophisthodomosza, és egy bevezető részen, tehát a naoszon belül egy belső oszlopsor,
és azon belül pedig egy naiszkosz, úgy, mint hogy a Didimai keleti Apollon templomnál láttuk. Ez nem keleti jellegzetesség tehát, hanem azt teszi szükségessé, amennyiben a templom olyan hatalmas nagy, hogy már-már túl nagy a belső tere ahhoz, hogy egy Isten szobor és az ott folyó kultusz kényelmesen megférjen. Tehát ezt valami egyéb módokon tagolni kell, kisebb megaront kell behelyezni, vagy kisebb naiszkoszt ahhoz, hogy az Isten ott jól érezze magát. Egy befejezetlen templom rendkívül különleges Segestumban áll, ez a latin neve, mai olasz néven Segestának hívják. 5. századból származik, és az 5. század óta így áll, ahogy itt látszik a képen. Tehát soha nem volt igazából teteje, soha nem volt még belső naosza sem, kizárólag ez az oszlopcsarnok épült meg, semmi egyéb, illetve a ráhelyezett horizontális szerkezeti elemek. Soha nem volt tehát kitöltve a belső tere, de azért nagyon hasznos, hogy ez ilyen torzóban maradt, mert egyúttal megtudhatjuk belőle, hogy hogyan is épültek ezek a templomok. Tehát nem belülről kifelé, hanem kívülről befelé. Először a külső rész épült meg, és ezt minden bizony a septében kellett, hogy építsék, mert még az oszlopok kannelúrái is hiányoznak. Az oszlop dobok teljesen simák. És még egy érdekesség, ezek a kis akasztók a krepidóma elemein, ezek nem véletlenül vannak ott, ezeken az akasztókon keresztül eresztették le kötéllel, illetve láncon az emelő daruk ezeket a kőelemeket, és így illesztették a kőmesek őket a helyére. Amennyiben lett volna elég idejük arra, hogy befejezzék ezt a templomot, ezeket a kis akasztókat később levésték volna róla, és kiegyenlítették volna, gyalulták volna a követ. Ezt nem tették meg, és ebből következtethetünk meg, hát abból a tényből, hogy torzóban maradt a templom, arra, hogy ez bizony septében kellett, hogy építsék. Összehasonlítás véget pedig a három jellemző archaikus templomtípus, a nyugati, a közép és a keleti, annak minden szinte most már nagyon erősen látszó jellemvonásával. Ugye a középgörög típusnak a fesztelen alaprajzával, ahol a külső oszlop sor a belső oszlopokkal nincs összehangolva, szabadon úszik benne a naosztra, aditonra és ophisztodomoszra tagolódó hármas osztású megaron formájú templom, a par excellence templom. Ezek általában lemez vagy pontalapozással készülnek. A keleti, ami gigantikus hatásra törekszik, egy oszlop erdőt varázsol a tényleges templom köré, amely oszlop erdőnek minden egyes tagja mátrixosan összehangolt, és egy-egy vonalban található, vagy nagyjából egy-egy vonalban, de egyúttal az ég felé is törekszik, erős frontális hatása van, és piramisszerű, tehát reprezentatív teret feltételezünk, tehát reprezentatív szándékot feltételezünk mögötte. A nyugati típus, ami pedig teljes mértékben egy nézőpontra szerkesztett, az ophisztodomosz zárt, az is inkább kelet felé nyílik meg, és a jellemző megoldás a hátrahúzott templom az oszlopcsarnokon belül, és dipterosz kialakítással, vagyis kettő darab frontális előfolyosó, előtér vezeti be a pronaoszát a templomhajónak. És létezik egy hely, mégpedig Athénban, az athéni Akropolis alatt található, egy úgynevezett Olimpeion, ami az Olimposzi Zeus, nem olimpiai, hanem az Olimposzi, ez a főisten temploma, amelyet hát Decimus Consutius fejez be a római időben Hadrianus, illetve Marcus Aurelius utasítására, tehát Marcus Aurelius idején készül el teljesen, tehát a rómaiak keze nyoma is itt van rajta, viszont ez a templom azért fontos, mert ugye elég hosszan épült, és véletlenül már az első tervek is
valamiféle szintézisét akarták megvalósítani a nyugati, a közép és a keleti hellén archaikus templom típusnak, és valóban itt mind a három jellegzetességnek egy-egy főbb eleme megtalálható. Rögtön látható, hogy melyek a keleti jellemvonások, ugye a mátrixosan összehangolt sávos oszloperdő, tehát sávos rendben rendezett oszloperdő. Ezen belül viszont egy viszonylag szabad formálású és belső oszlop sorral kiképzett naoszt találunk, amelynek hagyományos hármas osztása van, viszont a megnyílása az egynézőpontra szerkesztett, ahogyan a nyugati templomtípusoknál megszoktuk. Hát nem véletlen, ez már római hatás lehet, maguk a rómaiak is, és a nyugati görögöktől tanulják a saját templomaik építési módját, tehát nem véletlen, hogy a későbbi római templom az szinte kizárólag, sőt, teljes egészében nyugodtan mondhatni, hogy kizárólag az egynézőpontra szerkesztett keletre feltárulkozó sémát valósította meg. Nos, egy kicsit elment az idő, megígérem, a következő videóban rövidebb leszek, de azt hiszem, hogy ezt így egy témaként kezelve mégiscsak végig kellett, hogy mondjam. Ennyi volt tehát a második előadás, folytatása következik.